Nyíregyháza Magyarország keleti régiójának második legerősebb református városa. Örökös földön az elmúlt két évben közel duplájára nőtt a református gyülekezetbe járók száma. A modern kor kihívásainak is megfelelő, de hagyományos, régi elemeket is magában foglaló épületkomplexumnak nem csak helyi megtartó, de összerendező ereje is van, hangzott el a templom ünnepélyes átadásán. Megnyugvással láthatjuk, hogy a Kárpát-medencében, Magyarországon és itt Nyíregyházán is épülnek ezek a megtartó közösségek. Épülnek és erősödnek a hívők azon közösségei, azok a szegletkövek, amelyek elbírják, sőt örömmel vállalják a kőtemplom építésének terhét. És velük együtt épülnek és újulnak meg templomaink is. Ez a tény megmutatja azt is, hogy mi magunk keresztény kultúránkat változatlanul olyan erőforrásnak tartjuk, amely megtartja a nemzetet, alapja szabadságunknak, és amely egyben történelmünkhöz hű megújulásunk forrása is. Nagyon jó érzés látni azt, hogy amellett, hogy Nyíregyháza számtalan területen nagy léptékkel fejlődik, a történelmi egyházaink is erősödnek, gyarapodnak, különösen itt a Szent Háromság téren, ahol a harmadik templom épült fel. Mert ez az erősödés, ez nem csak a hitéletet erősíti, hanem a református egyháznak és a történelmi egyházaknak azt a hitéleten túli közösségi tevékenységét, amire azt gondolom a mostani időkben egyre nagyobb szükségünk van. Egy 20 esztendeje élő, aktív közösség él itt Örökösföldön, a református gyülekezetnek, Nyíregyháza városi református egyházközségnek prédikáló állomása volt ez a hely. Ennek a gyülekezeti közösségnek a gyarapodása és a közösség szíve vágya volt az, hogy itt Örökösföldön is templom épülhessen, és ez 20 év vágyakozás és várakozás után immáron most beteljesedni látszik. Készült egy hagyományos templomtér, templomépület belső padokkal, szószékkel és urasztalával, de ehhez közvetlen kapcsolódik az a gyülekezeti ház, amelyben közösségi tér, gyülekezeti terem, kisebb foglalkoztatók, babamama szoba, gyülekezeti teakonyha, gépház és természetesen vizes blokkok, mosdóhelyiségek is kapcsolódnak. Ezzel a teljes gyülekezeti élet területét, a teljes gyülekezeti szolgálatot le tudjuk fedni. Nem csak egy épület nőtt ki a földből másfél év alatt, hanem egy közösség is erősödött. A templom létrejötte óta látjuk azt, hogy gyarapszik a közösség. A vasárnapi állandó gyülekezeti tagok száma is majdnem megkétszereződött már. Szabolcs-Szatmár Bereg megye nagyon erős a reformátusság tekintetében. Alig van olyan település, ahol ne lenne református gyülekezet, és tudni kell azt, hogy a mai gazdasági társadalmi viszonyoknak az eredményeként jelentős az elvándorlás. Örülünk, hogyha nagyon sokan itt maradnak Nyíregyházán. Így ezen a lakótelepen is több ezer református talált otthonra, és számukra szeretnénk a lelki otthon biztosítani. A Nyírségi Egyházmegye stratégiai központ, és ennek a stratégiai központnak is van egy szíve közepe, ez Nyíregyháza. Egy olyan nagyon hitben élő emberekkel gazdag település, egy olyan város, amelyik a reformátusság szempontjából egy második székhely itt a Tiszántúlon, Debrecen az első, utána Nyíregyháza jön. Erőben, igyekezetben, és most láthatjuk, hogy egy új templommal gyarapodva ez egy igazi református központ. Minden templomépítés, minden templom szentelés nagy ünnep, hiszen ahol az Isten háza kézzel foghatóvá válik, belakhatóvá válik, az gyönyörködteti az Istenben hívő embert, mert otthonra találhat benne. Ez a központ is ilyen, hiszen itt nem csak egy templomot, hanem egy gyülekezeti székházat, illetve parókiát is együtt találunk. Ritka az, amikor egy ilyen komplex építkezés egyszerre fejeződik be, berendezve a templom, belakva a parókia, és várja a híveket a gyülekezeti ház. Ez egy nagy öröm, és az a még nagyobb öröm, hogy itt a Szent Háromság téren másik két templommal együtt csodaházak vannak, mert a templomokban csodák történnek, emberek formálódnak át, és az Istenhez térésben emberebb emberré válnak, amire nagyon nagy szükség van a mi századunkban is, a 21. században.
A Nyírségi Református Egyházmegyének eddig 78 gyülekezet volt a tagja, az örökösföldi lett a 79. Az egyházmegye templomainak kétharmadát az elmúlt 10 évben felújították, a közösségekben pedig rendkívüli aktivitás figyelhető meg, hangzott el az átadó ünnepségen, ahol kiderült, idén még várhatóan Rakamazon is átadnak egy református templomot.